Minden évben kötelezője megtartandó közmeghallgatást. Az idei évben ez március 27-e és 28-ai napra esik. Még egyszer mindenkit köszöntenék. És rendhagyó módon a beszámoló, a közmeghallgatás úgy történne, hogy bemutatnám az elmúlt évet, hogyan zártuk, mit csináltunk, milyen tevékenységet folytattunk, hogyan áll a gazdasági helyzetünk, a demográfia alatt, stb. Erről beszámolnék, és utána, amit esetleg nem érintettem, és aktuális kérdés, vagy valaki szeretné feltenni a kérdéseket, akkor azt meghallgatjuk, vagy nekem, vagy a képviselőtársaim valamennyinek. Ha erre meg tudunk válaszolni, akkor itt megválaszolunk, ha nem, akkor pedig időt kérünk, és akkor természetesen minden is olyan kérdés, meg lesz válaszolva, ami esetleg itt a mai napon nem kerül megválaszolásra, vagy nem tudunk azonnal válaszolni. A rendhagyó módhoz annyit, hogy ebben az évben beszámolunk már a választástól eltelt időt, tehát a 15-ös, 16-os és 17-es évről, hiszen ez a ciklus az, ami egy évvel tovább nyúlik, mint az ezt megelőző ciklusok, tehát ez a ciklusban polgármester választás nem 4, hanem 5 évre, szóval az idejében nem egyik együtt az országgyűlési választással, hanem egy évvel később az első ilyen ciklus nekünk is polgármester, amikor nem egy évben történik a választás, de hát úgy gondolom nem is baj, mert van éppen elég kalamaik az országban. De vérjünk vissza a település életében, akkor a település területi adatai egy nagy mértékben nem változtak, de voltak átsorolások az elmúlt 3-4 évben, művelés árból való kivonás nem nagy rész, de történtek, de nagyjából ugye itt látszik, nem tudom, hogy lekapcsoljuk, nekem nem kell a fény, jobban látnák, hogy van, vagy így is lehet látni. Meg kell próbálni. Jó. Akkor a település területi adatai, ugye itt a szántott gazdasági erdőt, védett területet, ipari hasznosítású és egyéb terület van feltüntetve, itt csak egy gyors számadat, hogy 4736, ami szántó területként van nyilvántartva, és 5000 fölötti, majdnem 6000 az összes közigazgatási terület hektára vetítve, ami önkormányzatokhoz tartozik. Ennek a nagyságrendje, mivel közigazgatási határok nem módosítottak, ez nem változik, de körülbelül 6000 hektárra kell településünk önkormányzatának nagyjából figyelni. Valamelyikre összpontosítva nyilván, ahol a lakosok élnek, külterületeken is ugyanúgy beleértve, de nyilván az erdők, a szántók az egy másik terület, ugye ezekben megfelelő szolgáltatás, egyrészt magántulajdonosok figyelnek, a másik mező szolgáltatást veszünk igénybe. A lakosság szám alakulása, amit én kértem külön, hogy 14-től 17-ig vegyük, hát nem túl rózsás a helyzet, ez csak 2014-től van, hiszen 2373 volt 2014-es adat, és a 2017-es adat az pedig 2267, de azt tudom elmondani, hogy 2005 óta, amikor a tisztséget először betöltöttem, akkor decemberi felmérés alapján majdnem 2500-an voltunk, tehát összességében több száz ember az, aki nem él itt a településünkön már. Ennek két összetevője van, az egyik, hogy eltávoztak, már nincsenek velünk, tehát az elhalálozáshoz a származó az adat az viszonylag nagy. Nyilván a lakosság korösszetételét is hozzá fogom majd mindjárt vetíteni. A másik pedig az, hogy az elvándorlás is jellemző, de nyilván, hogy ezek a számadatok viszonylag csökkentek a 2015-ös évtől. Tehát próbáljuk megfogni, ez nyilván a rengeteg ide pumpált infrastruktúrának is köszönhet, hogy élhetővé tegyük a települést, de ennek a megújulásnak, a települések megújulásának nem a Tengerica minta példája, hiszen nincsenek olyan felvevő cégek, akik megtartják a munkaerőt egyrészt, másrészt pedig szintén egy lakossági demográfia adatot szeretnék elmondani, hogy minden egyes évben, 2009 óta egy bátaszék nagyságú településnyi gyermek nem születik meg, és annak ellentetje a pólusában pedig az elhalálozások száma. Mit értek ez alatt? Minden egyes évben egy bátaszék nagyságú város törlődik Magyarország területéről. Tehát a demográfia adatok a csökkenés a Magyarországon jelenleg ennyi. A születési ráta, amikor reprodukciós rátának hívják, az azt jelenti, hogy amikor reprodukáljuk saját magunkat, egy házaspár, akkor egy gyermek
és még egy gyermek születik, az a 0%, tehát a reprodukció, az a, vagyis az egyes szorzó, az a kettes, így nem akarok számolni, akkor az a lényeg, hogy akkor reprodukáljunk magunkat. Ha a gyermek születik, akkor vagyunk már pluszban. Na most jelenleg Magyarországon ez a reprodukciós rát az 1,2 áll. Tehát ez már kőkemény adat, ami nem csak ránk, Európára is vonatkozik. Lakosság kor szerinti összetétele, nem térünk el az országos átlagtól, országos átlagban vagyunk körülbelül, itt vannak az egészen picik, 0,2, 3, 5, 6, 13, 14-től 17-ig, 18-től 59 és 60 év feletti kor összetétel, a legnagyobb rész az 18 és 59, az aktív résztvevőknek a része, ugye itt majdnem 60% eléri, és a 60 év felettiek, ugye az a másik nagyobb cikkei, a egészen világos kép az a 0,2 és 3-5 év mellett a találhat, az ilyen 10% körüli az az összeg, ami, vagy az a létszám, ami a lakossághoz hozzátartozik. Ezt csak azért tettem bele az idei tájékoztatóban, mert mindenféleképpen figyelemfelkeltő, mindenképpen a településnek minden olyan dolgot, amit eddig is koncepcióba gondolkodtunk most már több mint 10 éve, hogy olyan dolgokat kell megtenni, hogy 20 év múlva, vagy 30 év múlva is tudjunk településről beszélni. Tehát nem elsorvasztjuk. Nyilván nekünk speciális helyzetünk van, mert a külterületi településeknek az érhetősége és az ottani lakhatósága az valamelyiknek 10-15 éven belül már meg van pecsételve, hiszen új költözők már nincsenek, akik ott élnek, onnan már nem szeretnének elmenni, de az összes általunk fejlesztésekre figyelmet fordító terület az nagyban befolyásolja, hogy hova érdemes, hova szabad kihelyezni és hova nem szabad. Ezt az uradalmi rendszert, ezt a széttagoltságot úgy örököltük, de nagyon kell koncentrálni arra, hogy ezek a település részeink, ami életképes elsősorban tengerészőlegyről beszélek, János Majorról és ugye tengerészről, erre kell fókuszálnunk, hogy az összes többi a lakosság elvándorlása és a haláladása esetében, de nyilvánvaló, és ez stucz politika lenne, hogy erről nem beszélünk, de a többiek olyan szintű előregedés van, hogy van olyan település rész, úgy gondolom, ami 15 év múlva már nem lesz lakott. Tehát egyszerűen kiürül, és oda már nem fognak emberek költözni. A következő pénzügyi helyzetnek az alakulása, visszajövünk most az önkormányzat részére, erről a demográfiához szerettem egy kicsit mondani. A pénzügyi alakulásunk 2006-17-ig van levetítve, ugye a 2006-os, 7-es, 8-as, 9-es, 2009-ben fordultunk, nem, 2010-ben fordultunk pozitív mérlegre, ez 6 millió forintot jelent, és a 2017-es évben 181 millió forint volt az az összeg, amivel gazdálkodhatott évforduló végén az önkormányzat. Tehát azt tudom mondani, hogy a 2010 és a 11-es év a 63-as számította az első magasabb mérleg, de onnantól kezdve kiszámítható, és azokat az intézkedéseket, amit tettünk, az úgy gondolom, hogy viszonylag kiszámítható és stabil működést eredményezett az önkormányzat esetében. Tehát nem kell kapkodnunk, nem vagyunk kiszolgáltatott helyzetben, nem kell felvállalni olyan szerepeket, amit rákényszerítenének a településre. Nagy mértékben múlik ez a kapcsolatömörünk közelségén is egyrészt, másrészt pedig a hosszú kitartó munka az első 3-4 év arra ment el, hogy visszatedjük a pályára, a döngeles működő pályára a települést, és onnantól kezdve pedig olyan összegeket tudunk magunkénak, ami a megfelelő pályázata kijön, akkor pályázunk, és nem kényszerűségből kezdünk mindenféle butaságra pályázni, hanem az, ami a lakosság igénye elsősorban. Az iparűzési adónak az alakulása, itt ugye egy kiugró adat volt akkor az oszlopok között, az arra vonatkozik, amikor az autópályát építették, ez nagyon érdekes, mert akkor nagyon sokat kaptunk, és másik évben természetesen meg vissza is vette az állam, mert az adóerőképességünk olyan magas volt. Az iparűzési adónak az alakulása egyértelmű, hogy stabil, de növekvő tendenciát mutat. Nyilván az árbevételek, nyilván a gazdálkodásnak köszönhetően is stabil, nem lefelé, ez nagyon biztató, nem lefelé, mert 10 év, több mint 10 éves adatot látunk, nem lefelé csúszik, hanem fölfelé arasszol. Itt megvannak nyilván, hogy kik a legnagyobb befizetőink az iparűzési adó alá tartozóan, de 172
ember adózót tisztel az önkormányzat és veszi figyelembe. Nagy mértékben köszönhető az egyébként nem iparűzési, hanem adónak a kihelyezésében, hogy nem nyúlunk hozzá évek óta nagyon az adóhoz, minimálisat, amit csak kell. Ennek két oka van, az iparűzési adó, a nagy cégek által befizetett viszonylag stabil, nem kell akkor sokat terhelni. A másik meg van egy olyan idegenforgalmi létesítményünk, amely összességében, ezt úgy hívják, hogy idegenforgalmi adó és a hotelovidea fizeti, ahhoz ez egyetlen adó nem, amikor az 1 forinthoz hozzátesz vagy 1 forintot, vagy 50 fillért, vagy 1,50, most jelenleg 1 forintot tesz az 1 forinthoz, tehát körülbelül olyan 10.000 vendégészakát forgat, ez 3 millió forint, azért mondom csak ezt az egy példát, hogy ezzel példát szeretnék mutatni. 3 millió forint az elő általa befizetett összeg, ehhez az állam még 1 forintot, tehát újra 3 millió forint, és olyan 6 és 7 millió forint között mozog ez az adó, amely a települések kommunális adóját nem kell megemelnünk, és ezt szinten tudjuk tartani. Ezért nincs tengerészen évről évre például adó emelés. De természetesen a legkisebb iparűzési adó is ugyanolyan fontos nekünk, mint a legnagyobb, tehát vigyázunk az adózókra, nem terheljük fölöslegesen őket, nem is nincsenek szekálva a településünkön, de elvárjuk a megfelelő a település karbantartása miatt és működtetési miatt a megfelelő adó befizetést, amely jelenleg Tengericen több mint 85%-on van, mert nyilván ki lehet vetni bármilyen adót, annak az a lényeg, hogy ha befizetik, akkor igen, ha nem fizetik, akkor nincs igazán értelme. Az állami finanszírozás mellett óriási nagy szükség van erre, mert az adók nélkül az állami finanszírozás nem elegendő a település működtetésére. Jelentős támogatás a Paksiatömerőműtől, ugye kiszámítható, plusz a rádióaktív hulladékkezelő Kft-től is. Itt a 16-os, 17-es adatokat lehet látni, hogy kitől mennyi pénzeszközt sikerült kilobbizni. Ez volt 2005 megelőzően is, 1992 óta van TEI, tehát a rendszerváltás óta folyamatosan volt, csak 2005-ben, 6-ban rajtam kívül még egy jó pár polgármester mondta, hogy ez kevés, ennél sokkal többet szeretnénk kérni, aztán megállapodtunk, amivel megállapodtunk, és annyit kell elmondani, hogy az idei évben, az elmúlt 10 évben megkötött szerződést fog lejárni, tehát újabban valamilyen szerződést kell az Paksiatömerőművel kötnünk, ennek a szerződésnek még a kezdeti tárgyalásainál tartunk, csak ez év végén szeretnénk már megfelelőképpen beszámolni erről, de két dolog is nehezíti, ugye egyrészt lesznek egy veszválasztás, a választások előttünk vannak, annak a kimenetele is, a másik pedig egy bizonytalan tényező, a másik pedig a Paksiatömör vezérigazgatója is nyugdíjba vonul, tehát személyi függőség is van, és éppen ezért ezeket a tárgyalásokat csak szeptember környékén tudjuk majd valószínűleg megkezdeni, de ezek olyan stabil pénzek, amely alapjául szolgált mindannak, hogy valami ezt a pénzeket lehet költeni működésre és megfejlesztésre. Mi döntöttük el, az a lényeg, el kell minden évben évvégén számolni vele, de ezek a pénzek nélkül nagyon nagy problémába kerülhet úgy gondolom az önkormányzat, mert például innen 10 kilométerre Kajdacs, vagy csak mondtam, hogy nagy dolog már ezzel a pénzekkel nem rendelkezik, vagy éppen a Szemres esetében. Ez független minden pályázati forrástól, ez minden évben egy 13 település által, amit a TEI-ről beszélünk, külön szerződés alapján átvett pénzeszköz, ami az önkormányzat föl tud használni és vissza tudja forgatni a településre, de nyilván nem negatív hangsúlyjal, elviseljük ennek a nagy létesítménynek a közelségét, és mind a világon, de Európában bárhol ennek a hasznát élvezik az ott élő lakosok, valahol kevésbé, valahol meg sokkal jobban. De ország, vagy nemzetközi példában az erős középmezőben van a Paksiatömerőm, amit szolgáltat. A hitelállományunkat azért tettem, hogy a 2009-ben, 2006-ban 102 millió forint volt a hitelállományunk a 365 millió forintos költségvetéshez képest, tehát az nagyon meredek volt, és az mostani költségvetésünk a számösszeg bántam pénz, és van itt valami kollégám, tud-e valahová, most is egy 400 millió forint körül van, tehát nem nagyon növekedett meg a költségvetésünk, csak nincs hozzá hitel forrás, és éppen ezért nem vagyunk kiszolgáltatva a település működés szempontjából. A gazdasági program, ezt mindig a választási ciklusban határozza meg a képviselőtestület a ciklus végéig, hogy mit szeretnénk elérni. A munkahelyteremtésnek az elősegítése, ugye ez volt első
legelső szempontunk. Ennek a megvalósítása úgy gondolom, hogy hagy némi kivetnivalót, hiszen nem tudtunk a mai napi olyan céget letelepíteni ide, akik hosszú távon mondom, hogy kiszámítható munkaerőt tudna szolgáltatni, de sajnos a környékünkre se jött. Az autópályától nagyon sok mindent reméltünk, hogy esetleg logisztikai szempontból a tengeri szövet környékén megjelenhet olyan. Ami nagyon kevés cég jött, azt elhalászta a megyeszékhely, tehát Szekszárd elvitte, vagy megállt Pakson, és Pakson kívül tovább egyetlen településre sem érkezett sajnos ilyen beruházó. Ez ugye változtató munkahelyteret elősegítése, hogyha a Paks 2 a választások után majd meglátjuk, hogy milyen irányt vesz ennek a beruházásnak a lefolytatása, és úgy gondolom, hogy ha a Paks 2-t sikerül elindítani, akkor 2020-ban a gödör nyitás van, és onnantól kezdve 10-12 évig akarva akaratunk is megjelennek munkahely beteremtők, hiszen a egyszerű konyhalánytól egészen az épületosztós vasbetonszerelő vagy magasokon kvalifált mindenféle szakember olyan szükség van, aki akar is dolgozni. Ez éppen elég pozitív, meg negatív is lesz, hiszen akik most dolgoznak X forintért, ez a cég nyilván sokkal többet fog ajánlani, elszívó ereje is lesz. Ebben is megkerestek már itteni cégek, nem tudtam semmit mondani, csak azt, hogy meg kell válni majd akkor, hiszen azt nagyon látjuk, hogy nem egy vasbeton szerelő, hanem egy fűtésszerelő vagy egy autóbuszvezető minden területen hiány van a munkaerőnél. A segédmunkákról nem is beszélve, hiszen ezeket a mezőgazdaságon borzasztóan nehéz lesz pótolni. Település turisztikai felzárkóztatása, a idegenforgalmi visszaforgatása, ezek működőképesek, működnek, hiszen már a költségvetésben csak arra tudjuk fordítani ezeket az összegeket, hogy a turisztikával foglalkozzunk, ugye itt a zöld utamok kiépítése, a hotelovidával való együttműködés. Utakjárdák folyamatos felújítása, csapadékvíz elvezető folyamatos karbantartása, ez a 4-5 éves ciklusra lett kiterjesztve. Itt majd mutatom, hogy majd mit valósultak, meg mit nem. Nyilván ebben is van még egy csomó feladatunk. Kulturális közösség élet fellendítése, hiszen ez egy humán terület, szolgáltatóház felújítása, ugye ez megtörtént, szolgáltatóháznak mondjuk a végé pártházat, központi orvosi rendelőnek a felújítása volt akkor még a szemünk előtt, hogy legyen az is megvalósult, szőlőegyi szennyvíz visszahozat kiépítése, a holnapi napon a tervező jön. A legjobban most minden egyes fejlesztés az idei évtől kezdve teljesen ráfókuszálunk anyagilag tengeri szőlőegyre. A tengeri szőlőegyen nagy valószínűséggel az idejében elkezdik a szennyvíz beruházás, ami 350 millió forintos beruházást lesz, és a tengeri szőlőegyi szennyvizet IPMO vezetéken a tengeri szennyvíz hálózatra csatlakoztatják, más megoldás nincs, de hogy élhető és életképessé maradjon a település, ez nélkülözhetetlen, és az utolsó források között, mert a 2014-20-as Európai Uniós pályázatnál erre tudunk pályázni, erre tudtunk, most már viszonylag jól állunk, de majd, hogyha elmentek a markoló, mindig szoktam mondani, akkor beszélünk erről, de természetesen már a tervezői szakaszon túl vagyunk, tehát nagyon nagy valószínűséggel mondhatjuk már azt, hogy valami ebből a beruházásból lesz, de most minden egyes idegszállunkban a 18-as évben minimális fejlesztések lesznek azért, hogy bármi olyan probléma lesz, hogy az önkormányzatnak hozzá kell járulni a 100%-os uniós támogatáshoz, ez azt jelenti, hogy mindig vannak olyan költségek, amire az önkormányzat valahogyan kell, hogy reagáljon, de ez a szennyvízberuházás már olyan a tengelyszőlőegyek szempontjából, hogy nincsen a lakossági hozzájárulás, ezt nem engedi az unió, tehát nincs lakossági rákötés, az a 110 ezer forint, amit itt kellett fizetni, ott már ez nem megvalósítható, viszont a rákötési rátára nem várnak több évet, hogy elérje 70%-on, azonnal rá kell köpni és üzemeltetni kell a szennyvízberuházást. Tehát most egy népletesen mondom, de ez most itt, éppen itt van előttünk. Településkép, javítása, elvétel, zöld felületek, stb. A volt önő épületén teljes felújítása, szőlőegyen, ugye ez részlegesen megtörtént már. Szőlőegyi műfáz felújítása, ez csak részlegesen nyújtunk hozzá, de inkább nem. A sportcsarnok tetőszerkezetének felújítása, ugye ez elért olyan szintig, amikor télen neki kellett menni, mert a belső beházásokhoz már olyan volt, mintha szitával locsolnak állandóan a parkettát. Ezt pályázati úton az előbbi támogatásával megoldottuk már. Szőlőegyi orvosi rendelőnek az akadálymentesítése megoldódott. Életművességi javítás, a környezetvédelem, ez egy általános, ilyen jó nagy
dologra, még sok mindent lehetne beszélni, de igazándiból az életminőség javítás, ez a rengeteg infrastruktúra beruházás mindig a lakosság dönti el, hogy jó neki vagy nem jó, általában jó, de soknak semmi nem jó, tehát ezt is hozzáteszünk, de nyilván foglalkozunk ez a dologgal, és adottságunkhoz képest megoldjuk a vízhálózat, ivóvízhálózat korszerűtése minden évben fordítunk rá, mert vannak olyan problémák az ivóvízhálózatunkon, amely igényli ezt, az ide, majd egy később is beszélni fogok róla. Személygyűjtés nagyon fontos, mert hát hihetetlen, a szemétszedés volt annak idején, amikor elkezdtük, nem tudom, több száz zsákkal gyűjtöttek, és azóta nem civilekre támasztunk, nem csak civilekre vagy civil szervezetekre, magánemberekre, hanem évente négyszer szedettem össze település, bevezető útszakaszt és település szemetet, és ott nem tudom, hogy mennyi szemetet távolítunk el, tehát iszonyatos, amit szemetelnek az emberek. Ha nem szednénk, ha például nem jönne közmunka program, akkor két hónap múlva biztos csörögnek a telefonok, hogy milyen tróger a település, tehát nagyon-nagyon nagy probléma van a fejben. Itt nem a paprizsebkendőről beszélek, hanem a mosógépről. Amikor mindent elvisznek már, egy szedresbe a hulladéktelep működik, akkor is kidobják. Tehát ez nonsense, nagyon sokat segítene a gazdák, hiszen mindjárt jeleznek, aki vitték, mert az nem az önkormányzat, kiborítanak egy magánterületre egy bármilyen törveléket, akármit, akkor onnantól kezdve a környezetvédelmi hatóság már műholdról megnéz, és már küld is a bírságot. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, de nagyon sok energiánkat emészti föl, hogy a kollégáinknak és a közmunkásnak azzal kell foglalkozni, két havonta, vagy három havonta, egy vagy két-három napot, hogy összeszedik a szemetet. Közben más dolgot is tudnánk értelmesen csinálni. Ez probléma. De dolgozunk rajta, és szinten tartjuk, hogy ebből lakosság ne sok mindent vegyen észre, de rengeteg energi. Ipari területeknek a létrehozása. Két területtel vagyunk benne, mind a kettő magántulajdon. Az egyik az Tengerészőrű legyen a régi Baromfi telep, a Sertés telepnek a része, a másik pedig itt a az központ belterületén nem túl szép látvány nyújtó régi TSZ-ES irodának, ennek a rekonstrukciója vagy ennek a hasznosítása, ez a Paks 2-nél kiemelt szerepet kap, majd meglátjuk, hogy mire jutnak vele. A következő gazdasági program a Paks 2 bővítésével kapcsolatos feladatok várnak ránk idén és jövőre, az a lakossági fórumoknak a megszervezés, ahogy odaérünk, hogy a Paks 2 teljes zöldet kap, és ugye a választások lezajlanak, akkor lakossági fórumok megszervező, hogy ki milyen mértékben, milyen területen tud együttműködni bővítésével. Én nem térek ki erre, sok-sok mindenről lesz szó. Mi már minden egyes felmérést megcsináltunk, amit a településnek kell, és akkor majd a következő lépés pedig a lakosok hogyan tudnak ebben részt venni. Ingatlan, bérvállás, értékesítés, segítséges, a többi, tehát lesz egy olyan is, amikor kinek van szándékában olyan ingatlan, amit értékesíteni tud, vagy szeretne, vagy aki valamennyi pénzért felújítja, és ezt bérbe tudja adni. Ezek a bérvallási szerződések általában 3-5 évre fognak majd szólni, de ez sem ennek a témája, hanem egy hosszú távú szerződés alapján lehet üzemeltetni majd azokat az ingatlanokat, amit ingatlanszerzés, vagyongyarapodás, vagy örökségből, vagy bármi másból a családunk a tulajdonában van. Hát én magánemberként azt tudom mondani, hogy polgármesterként is, hogyha valakinek nem sűrűs, vagy nem éget, akkor nem most adjon el ingatlan, bár jön egy-két éve, és ebből nagyon szép jövedelmet tud majd felhalmozni. Munka lehetőségek közvetítése a munkavállalók felé, hát itt majd toborzásokról beszélünk, de ezt majd az elkövetkezendő egy vagy másfél-két évben kerül erre sor, amiben kell majd segíteni. A megvalósított fejlesztések beruházásokról egy pár gondolat. 15-ös évben napelemes pályázat önkormányzati épületekre, fogorvosi gépbeszerzések, konyhai berendezések vásárlás, iskolai épületek, tetőpedagógus egyes kettősítem, szóval függetlenül attól, hogy a KLIK tulajdona és az állam azt mondja, hogy ő üzemelteti, ha mi nem nézünk rá, akkor ott be fog esni az esély. Ezt nyilván megértettük, az önkormányzat vagy a településhez tartozik, a mi tulajdonunk, ők üzemeltetik, de nyilván gondos gazdaként oda kell rá figyelni, ezért a sor, függetlenül, hogy szinte meg se kérdezték őket, hanem megcsináltattuk, mert akkor ívent lenne. Szolgáltatóháznak a felújítása, hiszen a kisebb vállalkozások ott találnak helyet. Most már ugye a polgárőrségnek a telephelye is ott van. Szennyvízhálózatnak a felújítása, ugye erre is folyamatosan költünk, mindig a lakosság nem nagyon tudja, szivatjuk ez az amaznak a cseréje, tehát mindig oda kell figyelni, hogy ne legyen annyira leamortizálva, mint az ivóvízhálózat, hiszen volt itt két szolgáltatóváltás, a Tolnai Víz után volt az Aqua Invest, ugye ahogy említettem, Dunár Kft. És aztán most a Mezőföldvíz Pakson átvette, azóta ugye nagyon rengeteg mindennek üzdünk,
hogy mit hagytak itt nekünk. De teljesen másképp állunk már dolgokhoz, de muszáj el is volt. Szolgáltatóház, vizesbók felújítása, az egy másik ütemű, orvosi rendelő felújítása, eszközbeszerzés, 2015-ös évben 87 millió fordítottunk fejlesztése, 2016-ban a teherautónak a vásárlása, a közterület fenntartásában ugye akkor el kellett adnunk egy autót, mert a közterületeket nem tudtuk normálisan gondolni. Tanyagondoki autó vásárlása, természetesen a Volkswagenről beszél, nem ennyire kerül, csak a pályázatból költöttünk jönőrőbe ennyit. Helyi infrastruktúra fejlesztéseknek a tanulmány elkészítése, hogy majd a 16-os és 17-es évben be tudjuk adni a magyar is beszámoló fűnyíró traktor, konyhelyben, nagyobb a nem sorolható, hogy sportcsámtető felújítása, egy nagyobb volumen, szennyvész hálózat felújítására kellett költeni, szolgáltató lakások felújítása. Megkérdezték tőle nem olyan régen, hogy miért kell a szolgáltató lakásokat felújítani, miért költünk erre pénzt. Hát kérem szépen, valahogy érkeztünk, hogy a 2018-as évben, most 2017-es év második felében merem kijelenteni, hogyha nem rendelkezne szolgáltató lakással, lakásokkal az önkormányzat, jelenleg biztosan működik, akkor az intézményeket, egy hivatal, orvosi rendelő, óvoda, sportcsarnok, iskola, művelés, az bárhol előléphet olyan, hogy aki ide szeret szűk állományba, tehát olyan kvalifikált munkaerő, aki ellátna minden egyes területen, azokban nincsenek tengerincen. Ide kell csábítani ezzel azzal, hogy vállaljanak munkát. Ha nincs szolgálati lakás, most éppen azért mondom az iskolát, mert most ő vész igénybe, de lehet, hogy fél év múlva, két év múlva az önkormányzatnak kell. Akkor az intézményeknek a működését már nem tudnánk kiadni. Azokon a településeken. 227 településen nincsen orvos Magyarországon. 227 településen nincs orvosi ellátás. Több mint 500-ban nyugdíj felett, nyugdíj korhatár után látják el. 500, az 2, már 700 település, és 3200 település van Magyarországon. Hát ez iszonyatos számok, de például, hogyha nem mennek ezek a szolgálati lakásaink, ott, ahol nincs, oda nem is megy, már besajtják a munkaerőigény, hogy szeretnénk ott dolgozni. Tehát ilyen szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyunk, mert ezekkel a szolgálati lakásokat többek között felújítani, hogy amikor odaérünk, akkor legyen alternatíva, amit felajánlunk. 17-es közvilágítás korszerűsítése. A közvilágítás korszerűsítésével azt a furmányos dolgot találtuk, hogy egy utcába lecseréltük, ez a Petőfi utca egy szakaszán, és nem szóltunk senkinek. És a lakosság nem jelezi, hogy nagyon sötétben mi történt itt, akkor nincs probléma. De ez történt két hónapon keresztül, és miután senki nem jelzett, utána lecseréltettük az egész települése. Ez minden közterületet érint. Ez azt jelenti, hogy olyan beruházással kaptunk az atomerőműtől pénzt, amelyel három év alatt energiásporlók. A napelemparknak a kiépítése, az összes intézményünkön kivéve, hogy az iskolán, de nem engedtem akik, hogy föltegyünk, az összes intézményünkön nullára redukáltuk az energiafogyasztást, tehát a rendszerre termel rá az összes intézményünk, tehát ez ilyen beruházások. Útfelújítás, konszolidálták második ütemben is, ugye az első ütemben a Móra-Ferenc utcát újítottuk fel, második ütemben pedig kaptunk pénzt újra, és arra költöttük, amire szeretnénk. Nyilván eldöntött a képviselő testület közösen, hogy a vezetési Munkácsi utcát rendbe tesszük. Tengerészszőben volt önfelújítása mindig erre, ott olyan állapotok voltak, hogy a civil szervezet gyerekek nem tudtak hova bemenni, és ezt megcsináltuk vizes blokkal minden együtt. Óvodaépületnek a felújítása, van egy óvodás kisgyerek szülő, Erzsér egyedül. Tehát azt úgy gondolom, hogy hosszú távra biztosítottuk a nurkoknak az ellátását, bútor beszerzéssel együtt. Tehát ott, ami volt kívánság, ott mindent megtettünk, és most egy darabig nem szeretnék az óvodával foglalkozni, de ezt tudják is. Iskola tantermei burkolatának a felújítása szintén egy olyan igény jelentkezett, amely jogos volt. Még amikor átadták a 70-es években, azok a parkettek voltak, ezt teljesen korszerű dolgokra lecseréltük észszerűen. Az ásványrendszerhez való csatlakozási pályázat, ez egy technikai dolog, jegyző az, hogy a hatáskör ez. Egy olyan rendszerbe lépünk bele, ami az országban egységes, ennyi önerőt kellett biztosítanunk, hát nem tudom, nem, önerő nélküli támogatásból, tehát a teljes támogatásból finanszíroztuk ezt az átalakulást. Ez ilyen technikai átalakítások és más programban fogunk dolgozni. Szálláshely kialakításának a terve, ez egy pályázati forrás, az a kisiskolának a hasznosítása, a
Paks 2 a tömörőműnek a megindulásával egy olyan tervet adtunk be, amely majdnem 200 millió forintos beruházás. 9 önálló apartmant fognak kialakítani, hogyha ugye odaérünk majd ezzel a pályázattal, ahova kell. De támogatták és támogatásukat biztosítottak, és be is fogadták a pályázatot, ki is fizették, tehát jónak tartják. A Paksi atomerőmű működésével kapcsolatosan van összhangban. Amikor a Paksi atomerőmű építése a Paks 2-vel kapcsolatosan már nem kell, akkor ezt idősebb korúak szociális otthonában automatikusan át lehet alakítani. Éppen ezért fogadták be, tehát hosszú távon gondolkodva, ez olyan 30-35 embernek a nappali 24 órás ellátását szolgálja, recepcióval, konyhával, mosókonyhával, társalóval, tehát mindenen együtt, mert mi csak itt tudtunk egyben gondoskodni, hogy legyen egy Decsen, hol van Decsen, hol van Szekszárdon, egy emelt szintű nyugdíjas intézménynek hívják ezeket. Tehát megpróbálok ebben mi is csatlakozni, hiszen azokról az öregeinkről, akik majd itt lesznek és nem szeretnek elmenni, akkor tudjunk gondoskodni, és ez az épület pontosan megfelel ennek, és nem megy így a csúnya szóval a levesbe, nem az építették, hiszen teljesen haszontalan a funkció nélküli. Amikor szerettük volna ezt értékesíteni, akkor nem tudtuk. A képviselőkkel ezt megtenni túlságosan nagy volt az ellenállás, azóta ez 8 éve volt, már nem így néz neki, és azóta pedig mindenki látja, hogy a település közepén milyen feladat lát. Szolgáltatás, fűtéskorszerűsítése, ez a legutolsó, amit megoldottunk, ez a Gagarin utcai. Tervezett fejlesztések 2018-ban, elindítottunk egy járdaprogramot, majd most tudjuk értesíteni, elnyertünk egy pályázatot, most tudjuk értesíteni a lakosságot, hogy a GIG az egyik ütemben holnap lesz eredményhirdetés, de ott már nagyjából sejtjük, hogy ott nem, mert mást részesítettünk előnybe. Hát először egy 30 millió forintos járdaprogramot próbáltunk betenni, de nagyjából most megfeleződik. Itt a Gindli utcának, a Gyimesi utcának, a Petőfi utcának, a Rákóczi utcának, a Óda utcának és Szörnyi az Ady Endre utcának a tervét, kivitelezését hagyták jóvá, és a belügyminisztériumtól erre kaptunk pénzt. A következő utamban ezeknek a utcáknak a továbbfejlesztése, a tovább járda építése lesz, és úgy gondoljuk, hogy ilyen 70 millió forint környékén tudjuk a járdákat teljesen vagy nagy részben úgy megcsinálni, ahol érdemes erre. Ugye itt van az Óvoda utca, van még ebben az Aradi utca, akkor most fejben nem tudom a 2-es-3-as ütemben, tehát ez egy 2-3 évig történő felújítás lenne. A teherautó vásárlása azt a tavalyi évben a multikár gépjárművünket, ami rengeteget segített, ilyen kabalája volt az önkormányzatnak, az tavaly év végén már el kellett adni, mert a kabaláról már több százezret költöttünk rá, és már nem volt kifizetődő. Most már egy fehér Ford Transitot látnak a településen, akkor az önkormányzatnak volt egy új gépjárműve, most egy pár napos. Önkormányzatnak a garázsi, a konyha felújítási pályázat, ez holnap lesz eredményhirdetés, és remélem, hogy elnyertük vissza a járda felújítás, ez két hét múlva elkezdődik ez a felújítási programsorozat, és ilyen június közepéig fog tartani. Az első ütem, a konyha felújítása az pályázat, mert a konyha felújítás sajnos olyan régiek, tehát statikailag van probléma, a teljes konyhát le kell állítanunk iskolaszünet utáni napon, és 7 hétig lesz zárva, mert statikailag, szerkezetileg is hozzá kell nyúlni, hiszen olyan problémák voltak, hogy fönt, amikor mosogattak és feltakarították az ajzat, akkor szita szerint ment le az alagsorba, tehát ott egy nagy probléma van. És nem csak az edények, meg a csempe, meg a burkolatok lesznek javítva, hanem sok mindenhez hozzá kell nyúlni, de ez az atomerőműhöz beadtuk, és reméljük, hogy holnap, nagyon remélem, hogy ez utat nyer, ez az első helyen megjelölve. Önkormányzati garázsnak az építése, se az iskolabuszban, se az iskolabuszban, se a gépjárműveinek nincsenek garázsai, kínálnak ez több 10 millió forint érték, kínálnak a cuvaron, és szeretnénk ezeket egy normális garázsba tenni, szintén pályázati önerő. Ott látszik a 23 millió forintot, hogy mennyi az önerő, akkor az önkormányzat építése mennyi az önerő. Az ivóvíz hálózatnak a felújítása, ez egy nagy beruházás lesz önerő nélkül, vagy teljesen erős. Ez azt jelenti, hogy a tengerici kutak nem kommunikálnak egymással, nem beszélgetnek, és így előfordulhat vízhiány. Nyáron nagyon sokszor vannak olyan, megszondáztuk a település lakosait, hogy nem a nyomási nyomodás, hanem egyáltalán szinte nincs.
Ezt elfogadták, erre kidolgoztak terveket, stb. Az első ütem ennek májusra kész, a második ütem pedig ez év végére. Az azt jelenti, hogy ebben az évben meg kell, hogy szűnjön az összes ivóvízzel kapcsolatos probléma. Ez digitális rendszer kiépítését is jelente, nyomásfokozó rendszer beépítését, egy sok minden, ez véglegesen tegyük függővé. Nyilván a kifizetése garanciával fognak történni még mindenhol, hogy ennek a rendszernek működnie kell. Óvodafűtés felújítása, ugye ez megtörtént az óvodóknak a felújítása, viszont nincsen szinkronban az új fűtésrendszer magával az épülettel, tehát ilyen energia racionalizáció szempontjából össze kell hangolni a rendszer, hogy minél kevesebb fűtéssel tudjon menni. Ezek a hőfokszabályzók és egy-két beállítás, amit meg kell oldani. Ezt már az orvosi rendelemben volt ilyen probléma, ezt sikeresen végrehajtották, és itt rengeteg energiát tudunk megspórolni. És a tengerészűrő, vagy a szennyvízberuházás, az pedig egy nagy kérdője, mert most jelenleg nem tudjuk, hogy miként és hogyan fog működni. A gazdasági mutatóról annyi, hogy tartalékot képzünk minden egyes évben, ez több 10 millió forint, hogy bármiféle probléma van, akkor hozzá lehessen mondani. Ezek a beruházások a tartalék keretterjét nem terhelik, hanem azon kívüli beruházások, és mint látszik, hogy a legnagyobb beruházásokhoz mindhez szeretnénk pályázati forrást elnyerni. Például a konyha felújítás 23 millió forinthoz mindösszesen 4,5 milliót kell betenni, az összes többit a pályázatból, mert amúgy nem tudjuk megvalósítani, mert nem is akarjuk. Ha nem kapjuk, akkor nem valósítjuk meg, most nem tudom mit csinálni vele, de a konyhát így is úgy is. Egy-két dolog, amiről beszéltem képekben, hogy a Móra Ferenc útépítés, ez a Kobodor utcának a útfelújítása, a napelemeknek a kihelyezése, a művelési gáz, önkormányzat, sportcsarnok, orvosi rendelő és az oboda, mind az intézmény már 0 forinttal működik, a fogorvosi gépnek a beszerzése történt. Iskolaépület tetőfelújítás, egy régi palatetőt kellett véglegesen, szigeteléssel, rendes vízzáróval végleges nyugvópontra tenni, szolgáltatóháznak a felújítása. Ugye ez, az életünkben ezt a képet, mert ez nyilvános vécéként is működik. Tehát ez a piac téren, nagyon kevés az a település, ahol nyilvános vécé is van a piachoz, tehát ez nem jellemző. De mivel adott volt, ezért polgárőröknek ott a telep, vagy a székhelye, vállalkozók is ott dolgoznak, ezért úgy gondolom, hogy orvosi rendelőnek a felújítás, hogy ez nagy falat volt, de szerencsére gépekkel minden együtt meg tudtuk oldani. Sportcsarnok tetőfelújítás, ez katasztrofális volt. Attól féltünk, hogy 2-3 eső, hogyha még lesz, akkor a magát a parkettet, ami több mint 10 millió forint érték, akkor ki kellett volna dobni. Tehát azért, mert sokat kaptunk egy csomó bírálatot, hogy most mennek neki, közben széttörték a járdákat. Nem azért mentünk neki, mert kárt akartunk okozni, hanem egyszerűen nem volt tovább. És borzasztóan örültünk, hogy megelőrezték ezt a felújítást. Vezeredi Munkácsi utcának a felújítása, óvodának a felújítása, fönti részben az alsó, nyilván a mostani állapotoknak meg kell jönni. Ennyi lett volna, amit én el szeretném mondani röviden. És akkor akinek kérdése van bármivel kapcsolatosan hozzá, vagy a képviselőtestület, ez akkor vár. Rendszeresen 16-17 testületülést tartunk, tehát nagyon ritka, az már nincs is, hogy egy hónapban egy, inkább egy másfélre jön ki. Az intézményeinket úgy tudjuk felújítani, hogy nem kell megerőszakolni saját magunkat, tehát nem kell olyan pénzeszközökre nyúlni, ami bármit kockáztat. De mindig elmondjuk, hogy minden egyes költségnek is úgy kerül elfogadásra, ha a működést veszélyezteti, mert azért halkan megjegyzem, hogy majdnem 4,5 millió forintot költünk csak a civil szervezet támogatására, több mint 1 millió forintot költünk a gyerekeknek a zeneoktatására, akkor utaztatjuk a civil szervezeteket egy évben egyszer ingyenesen, tehát sok olyan dolgot, ugyanúgy van a szinkumárosoknak vérele, de ezeket a szolgáltatásokat nem csökkentjük, hanem szintet tartjuk.
ameddig ezt a rendszer tudjuk működtetni. De hozzáteszem, itt 20 millió forintokról van szó, amikor a Paksi Atomerő által átadott pénzeszközöket föl tudjuk használni. Reméljük, hogy ezt meg tudjuk őrizni. Idén egy nagy feladat lesz a személyemnek, hogy ezt a tárgyalásokat, ezeket meg sikerre tudjuk lefolytatni. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy hasonlóképpen gondolkodunk és gazdálkodunk, és még egyszer elmondom, hogy akik itt ülnek azoknak is, akik nincsenek be azok is, hogy hagynak a településen élők bennünket dolgozni. Az már jó, hogyha nem hátráltatnak, mert akkor hagynak dolgozni. Úgy gondolom, mi ezt a bizalmat megpróbáljuk meghálálni. Egy csomó mindent figyelembe veszünk, nagyon sok észrevétel, a kritikától megpróbálunk pozitív dolgokat leszűrni, és nem a rossz oldalát nézni. És úgy gondolom, hogy az önkormányzat a jegyzőasszony vezetésével a hivatal abszolút szolgálat alá, továbbra is. Tehát mi vagyunk az emberek, és nem az emberek vannak miértünk, ezt az elején jó pár éve leszögeztük. Úgyhogy így csendesen szépen folydogálnak a mindennapok, de abszolút kiszámítható, és azon a településnek nem kell aggódni, hogy amit ide fölvázolunk, olyan 5 éves tervanaiba 60-70, de inkább 80%-a megvalósításra kerül. Tehát csak olyanokat ígérünk, amit meg tudunk valósítani. Mert úgy gondolom, az egyik oldal. De semmi más nem csinál, másképpen, mint ahogy otthon csinálja az ember is. Józan paraszt ész általában nem szokott becsapni semmi. Van egy kérdés, még egyszer megkérdezném? Egy pillanat, a járvízfelújítás, azt mivel kezdenétek? Nincs még meg. Az elkövetkező 2 hétben megvan, hogy mivel kezdeni, csak az a legforgalmasabb. Hát a központi rész legforgalmasabb, úgyhogy még döntés előtt. Tehát az a lényeg, hogy július közepén mindegyiket be kell fejezni. Mert hogy előttünk majd, hogy nem már baleset veszélyes a járda, annyira meg van süllyedve. Petőfi utca? Igen. Petőfi utca. A járdafelújítás a központi részről indul. Mindig, tehát nem kívülről jövünk, nem szakaszokat. Az első lépésben a központi résztől indul minden, ez biztos. Tehát a Petőfi utcának az első szakasza fogja érni. De akkor viszont azt meg kellene nézni, és szerintem ezt minél borosolni kellene, addig még nem történik baleset. Hát igen, ugye ez bejelentés, eljöttük, bejelentitek, a fiúk kimennek, és ezzel nincs probléma. Jó, csak azért kérdezik. Szakaszokat, hát igen. Ezt inkább lakosok jelentsék be, és akkor a helyreigazítás az más, mint egy belvállalás, aznak nincs akadálya. De a központ indulunk kifelé. Úgy, ahogy eddig is tettük. Ugye elindultunk egy programmal, amikor még ezt meg tudtuk tenni. Ez azt jelenti, hogy a Kossuth utcában a doktornőig után értünk, a másik oldalon pedig a templomot kötöttük össze a központtal, és a Gimli utcában volt egy valamelyik. Hát ugye mindig addig nyújtoszkodik az ember, ameddig a takaró ér. Most a Rákóczi utcában a központ iskolafelő oldal, ami szinte már járhatatlan, mert az a legelső járdák között volt, az az önkormányzat után ér egy kicsit. Megvan, hogy hány méterre kaptunk pénzt, tehát megvan, hogy 234 méter ebbe az utcában. Ebbe az utcában 524, ebbe 93. És akkor úgy megyünk majd tovább, mondom, 3 ütem, elkezdjük és akkor majd ez alakul. Ha más kérdés nincs, akkor én nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, és egyben megkérdezik mindenkit, aki itt van, hogy menjen és az állampolgári jogával éljen, és menjen el választani mindenki a lelkismeretére bízva, meg a beállítottságára tegyék meg, és éljenek ezzel. Azért is mondom ezt, mert legyen a szavaz, nálunk is Tengrécen is legyen meg legalább az országos átlag, aki elmegy szavazni. Nem utassunk annyira nagy érdektelenséget. Az, hogy ki mire szavaz, nyilván mindenki saját maga fogja eldönteni. Jó? Úgyhogy jó szavazást és kérdéseket kívánok mindenkinek. Köszönöm.